Jelzáloggal terhelt a laktanya területe. Több perces várakozás a Mátrai úti piros lámpa előtt. 30 éves a Felsővárosi Általános Iskola. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Úgy kötött megállapodásokat a laktanyára vonatkozóan a gyöngyösi önkormányzat, hogy a területet jelzálog terheli, mondta a helyi képviselőtestület szocialista frakcióvezetője mai sajtótájékoztatóján. Hisz György a tegnapi döntés előttben először beszélt a jelzálogról, amelyről csak kedden szerzett tudomást. A gyöngyösi képviselőtestület két frakcióvezetője keddi műsorunkban a döntés előttben beszélt először arról, hogy 1,3 milliárd forintos jelzálog terheli a volt Táncsics Mihály laktanya önkormányzati tulajdonban lévő területeit. Erről a képviselők kedden szereztek tudomást, pedig, mint utóbb kiderült, a testület 2012-ben döntött a jelzálogról. Erről már mai sajtótájékoztatóján beszélt Hisz György, szocialista frakcióvezető, aki azt mondta, furcsának tartja, hogy az eddigi tárgyalások során senki sem jelezte, hogy jelzálog terheli a területet. Így mentünk bele a műfűes pályázatba, építésbe, ez alól hál' Istennek a bank felmentést adott, de ott van a tűzoltó laktanya egy hektárja, aminél nem lett megkérdezve a bank, ott van a műfűes pályához kapcsolódó öltöző vizes blokk építés, amire a pályázatot egy héten belül be kéne adni, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 70%-os állami támogatástól esünk el emiatt. Érdeklődésünkre a jelzálog meglétét a Városházán is megerősítették, de hangsúlyozták, a műfüves labdarúgópálya folyamatban lévő építését ez nem befolyásolja, a többi területet illetően pedig az önkormányzat tárgyalásokat folytat az érintett pénzintézettel. Hisz György sajtótájékoztatóján a szennyvíztisztító üzemeltetésére vonatkozó javaslatukról is beszélt. Kiderült ugyanis, hogy a korábban a Heves megyei vízmű, az önkormányzat és a Városgondozási ZRT által kötött háromoldalú szerződés törvénytelen, az új javaslat pedig a frakcióvezető szerint az önkormányzati tulajdonú Városgondozási ZRT pozícióit gyengítheti. Vagy keményebb feltételekkel tárgyalunk a vízművel és kötünk egy törvényes szerződést, és marad a Heves megyei vízműni, vagy ha nem tudunk jó feltételeket elérni, akkor meg kéne pályáztatni. Erre még ideje is van az önkormányzatnak, és nem egy olyan anyagot elfogadni, mint az előterjesztő írja, hogy odaadjuk gyakorlatilag a 2012-es bérleti díj feléért a vízműnek üzemeltetésre, vagy esetleg még rosszabb feltételekkel. Hisz György azt mondta, a szocialista frakció nem fogja támogatni az előterjesztést a csütörtöki testületi ülésen, és úgy fogalmazott, reméli, hogy a másik oldalon is lesznek, akik nem állnak mellé, mert az előterjesztés nem a város érdekeit szolgálja. 20 éve először keletkezett valódi pénzmaradvány a város kasszájában. A képviselők a csütörtöki ülésen ennek felhasználásáról is döntenek majd. A polgári frakció vezetője szerint a feszes gazdálkodásnak köszönhető a pozitív szaldó. A szocialista frakció vezető szerint azonban az alul tervezett adóbevételek és az elmaradt fejlesztések miatt maradt meg a pénz. Csütörtökön kerül a képviselők elé az önkormányzat 2013-as költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló beszámoló. A város tavaly több mint 600 millió forintos plusszal zárt. Székács György polgári frakcióvezető szerint ez elsősorban a feszes gazdálkodásnak köszönhető. Tavaly évről ugye elmondható, hogy feszes gazdálkodás volt, voltak rendkívüli bevételek, itt elsősorban durván 250 milliós iparűzési adó, ami a eredeti tervhez képes többletként jelentkezett, és mondhatom, hogy viszonylag egy takarékos gazdálkodás is, és nyilván a állami kötelezettség átvallás, ami egészében azt jelentette, hogy egy viszonylag kényelmes, kedvező, nyugodt, rendezett állapotot zárhattunk le az árszámadás tekintetében. Hisz György, az MSZP frakció vezetője szerint azonban az alultervezett adóbevételek és az elmaradt fejlesztések miatt maradhatott pénz a kasszában. Év elején, amikor a költségvetést elfogadjuk, akkor ütközik frakciók, egyének, körzeti képviselők, én utcám, én járdám, én iskolám, én nem tudom minek a felújítása. Elfogadjuk vita árán, majd ez nincs végrehajtva évközben. Na, több olyan rovat volt, ahol elég jelentős tétel megmaradt, nem lett elköltve, ez évvégén úgy jött ki, hogy maradt 650 millió is, így soha ilyen csodálatos évünk nem volt, közben ennek a 650 milliónak több mint 50%-a kötelezettséggel terhelt volt. A pénzmaradványról szóló előterjesztés szerint a kötelezettséggel terhelt maradvány mértéke 270, míg a szabad pénzmaradványi 390 millió forint. Ez utóbbi összeg
összeg a tartalékba kerül majd, ha a képviselők elfogadják a pénzügyi igazgató javaslatát. A csütörtöki képviselőtestületi ülést a Gyöngyösi Televízió élőben közvetíti. Hosszú percekig kell várakozniuk a Mátrai út egyik kereszteződésénél az autósoknak, mert meghibásodott a jelzőlámpa. Lakossági bejelentések szerint a leghosszabb várakozási idő a 10 percet is meghaladta. A közútkezelő KHT munkatársai ígérik, hamarosan elhárítják a problémát. Nemrég változott ez a forgalmi rend ilyenre, hát nem örülünk neki. Így gondolják azok az autósok, akik a Mátrai út egyik kereszteződéséhez érnek. Ugyanis aránytalanul sokat, a stopperóránk szerint majdnem 2 percet kell várakozni a piros lámpa előtt. A zöld jelzés pedig olyan rövid, hogy csak egy-két autó tud átmenni rajta. Mindössze 8 másodpercük van azoknak a balra kanyarodó autósoknak, akik át szeretnének itt jutni zöld lámpánál. A pirosnál ellenben majd 2 percet kell várakozniuk. Sokan nem értik, hogy miért kell ennyi ideig várni a zöld jelzésre. El nem tudom képzelni, hogy mi van. Dupla feltartási idő van itt, nem tudom. Na most mehetünk. Köszönöm. A közútkezelő KHT munkatársa azt mondja, a lámpákat nem programozták át, a hibát másban kell keresni. A közelmúltban egy országos fejlesztés kapcsán közlekedésbiztonsági beavatkozás részeként ledesítésre került csak ebben a csomópontban, ami a vezérlőgép cseréjét is jelentette, viszont a korábban működő programon nem történt változtatás. Múlt hét pénteken észleltük, illetve bejelentést követően a helyszínen kivizsgáltuk, hogy vélhetően detektorhiba van ebben a csomópontban. A kereszteződésnél egy aszfaltba helyezett érzékelő méri a forgalmat, most ez hibásodott meg. A csomópontban alapesetben forgalomtól függő vezérlés működik, ez annyit jelent, hogy az adott forgalmi sávokban a burkolatba telepített detektorok érzékelik a forgalmi sávon felálló, illetve elhaladó járműveket, és ez alapján vezérli a kép a zöld jelzést, és ez a főirányban lévő balra kanyarodó sávok több helyen is azt észleltük, hogy több helyen is elromlott. Az elromlott detektort kicserélik, így helyreállhat a régi forgalmi rend. Az autósoknak pedig nem kell majd sokat időzniük a zöld jelzésre várva. Legalábbis ezt ígéri a közútkezelő. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli az idén a Felsővárosi Általános Iskola. A Mátra Művelődési Központban megtartott jubileumi rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt felléptek. Egy imopos pályázatnak köszönhetően pedig hamarosan új épületrésszel bővül majd az iskola. Verssel, tánccal ünnepelték a különleges jelmezekbe öltöző gyerekek a Felsővárosi Általános Iskola új épületrészének 30 éves évfordulóját. Tulajdonképpen 30 évvel ezelőtt a tavaszi szünetben költöztek be a háromszintes főépületbe, illetve adták át az új tornatermet. Az iskolánk tulajdonképpen 172 éves múltra tekint vissza. A közel 300 tanuló több héten keresztül készült az eseményre. Mindenki számára sokat jelent ez az évforduló. Nagyon örülök neki. Én amikor első osztályba idejöttem, nagyon örültem, mert nagyon érdekes dolgok vannak itt. Amióta idejárok, most 6. vagyok, nagyon-nagyon sok mindent csináltunk, érdekesen, és most, hogy 30 éves az iskolánk, fel szeretnénk köszönteni. A jeles alkalomhoz kapcsolódóan számos programot szerveztek az iskolában. Iskolatörténeti vetérkedőt, meghívtuk nyugdíjas kollégáinkat egy kis beszélgetésre, kiállítást rendeztünk az iskola aulájában, a régmúlt, a jelen és a múlt képeit raktuk ki, örömmel nézi minden odalátogató. Elkészítettünk egy évkönyvet is, amely bemutatja a 25 éves évforduló óta eltelt eredményeinket, a programjainkat, rendezvényeinket. És hogy mit tartogat a jövő az iskola számára? A 30 éves intézmény a közeljövőben egy új épületrésszel bővül ki. A fél tornaterem megépítése hamarosan elkezdődik, hangsúlyozta az igazgató. Kalandozások a Föld alatt címmel újabb előadást hallgathattak meg az abasáriak egy támop pályázat keretében. A Siker a családban, siker a munkában összehangolt intézményi fejlesztések Abasáron című pályázathoz kapcsolódóan nem csak különféle előadásokat szerveznek, hanem eszközbeszerzésre és a település honlapjának fejlesztésére is lehetőséget kaptak. A Barlangi Búvárok baráti társaságának legújabb videóját mutatja az érdeklődőknek Kovács Balázs barlangász.
A munka és magánélet egyensúlyban, kalandozások a föld alatt című előadás egy 41 millió forintos pályázat segítségével valósult meg. Ez volt a hatodik állomása a sorozatnak, amelyben olyan Abasárhoz köthető vendégeket hívnak meg, akik összhangba tudták hozni a munkájukat a családi életükkel. Jelen esetben most például ebben az előadás sorozatban odaérkeztünk, hogy egy olyan fiatalembert fogunk meghallgatni, akinek a hobbija az élete, és mégis nagyon ügyesen össze tudja hangolni a családi életét és a munkában eltöltött idejét. Kovács Balázs különböző videókat és fotókat válogatott össze a nézőknek, és a munkájával kapcsolatos élményeiről is mesélt. A helyi barlangászt nem véletlenül választották előadónak, hiszen társaival együtt egy több mint másfél kilométer hosszú szlovéniai barlangrendszert fedezett fel elsőként a világon. A barlangászat és a barlangi búvárkodás Kovács Balázs szerint Gyöngyösön és környékén egy eddig ismeretlen sportágnak számít. Ez a két sport az nem igazán otthoni dolog, mert nincsenek barlangok, úgyhogy igazából itt Gyöngyös környékén senki nem ismeri. Van egy pár ember, aki barlangászik, meg barlangi búvárkodik is, de rajtuk kívül gyakorlatilag ez a sportág ismeretlen. Korábban az érdeklődők már meghallgathattak egy előadást a gyógynövényekről, valamint a növényvédőszerekről is. Még három állomása lesz ennek a sorozatnak, amelyben Pataki Zita, Katus Attila és Stiller Tamás mesélik el, hogyan tudják összehangolni a munkájukat a családi életükkel. A 41 millió forintos pályázat részeként ezen kívül eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik, de kialakítanak az önkormányzat épületében egy játszósarkot is, és megújul a település internetes oldala is. A Gyöngyösi Atlétikai Klub labdarúgó szakosztálya sikeres pályázaton van túl, tudtuk meg Benus Ferenc szakmai igazgatótól. A labdarúgók elsősorban a füves pálya felújítását szeretnék mielőbb megoldani. Hál' Istennek, hogy most már a gyak is tudott pályázni, hiszen nagyon ráfért már a center pályára az Egri úton egy felújítás, mert nagyon rossz a gyepszőnyege. Beadtunk egy pályázatot határidőre pályafelújítással, ahol 7 millió forintig lehetett pályázni, 3 millió önerővel, bruttó 10 millió forint értékben. Megszületett a döntés március végén az MLS részéről. Jó is a hír, nem is jó, mert nem kaptuk meg a 100%-os összeget. A szövetség az eredetileg beadott pályázathoz képest 20%-ot levont, így kérdéses a három cél megvalósulása. Három célt pályáztunk meg, egy a gyepszőnyegnek a felújítása, majd egy automatikus locsolórendszernek a képítése, valamint egy locsoláshoz, egy kútfúrásnak a képítése. Sajnos ebből a háromból a kútfúrást nem támogatta a Magyar Dolgozószövetség, és a gyepszőnyeg felújítását és a locsolórendszernek a képítésére is egy olcsóbb megoldást kell keresnünk, hiszen ez az összeg, amire beadtuk és amit kaptunk, az nem fogja fedezni. A klub vezetői továbbra is igyekeznek kihasználni a pályázatokat. A legfrissebb április 30-áig beadható TAO-s lehetőségben a műfüves pálya öltözőépületének megvalósítása a cél. Tavaly évvégéig alig több mint 1000 lakás célú szociálpolitikai szerződés jött létre. A kihelyezett 1,2 milliárd forintnyi támogatás jóval alulmúlja a kormány várakozásait, írja a Napi Gazdaság. A kormány eredetileg 4000 család igénylésére számított, és a támogatások finanszírozására több mint 5 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben. Több munkakör tölthető be szakképesítés nélkül a jövőben, adta hírül a logisztikama.hu. Az elektromos háztartási cikkek és kisgépek, a számítógépek és szoftverek, a számítógép alkatrészek, valamint a telekommunikációs cikkek szakképesítés nélkül is árusíthatók. Továbbá a kávézó, eszpresszó és büfé felszolgálóinak nem lesz szükségük szakképesítésre. Az erről szóló nemzetgazdasági miniszteri rendelet tervezete kedden jelent meg a kormány honlapján. Most pedig nézzük, hogy 5 órakor hogyan is álltak a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 313, a MOL 13200, az OTP 4351, a Richter 3815, a TVK pedig 4003 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 5 órakor 17863 ponton állt, ami addig 22 pontos csökkenést jelez. Végül pedig nézzük, hogy miről is volt szó a ma esti aktuálisban.
Jelzáloggal terhelt a laktanya területe. Több perces várakozás a Mátrai úti piros lámpa előtt. 30 éves a Felsővárosi Általános Iskola. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!